kérdésben mutatkozni először. Én köszönni vagyok az Oktatási Hivatal projekt igazgatóságának szakmunka kérdője. Én annyiban értítenék, hogy nem az a portfólióról lesz szó csupán, hanem ez egy rendszernek a része maga a portfólió. A legtöbben a portfóliót ragadják, hiszen ez egy újdonság a pedagógia területén, de ezt mégis egy rendszer részeként kell elképzelnünk, és ehhez kapcsolódóan szeretnék sok mindent elmondani az előadásban. Miért kell minősíteni a tanárokat most újból? Vagy hát egyáltalán? Egyáltalán. Ez már régóta szempont volt, hogy a pedagógus munkájának a minőségét szeretnénk javítani, és ez az előmeneteli rendszer is ennek a része, ennek a minősítésnek a része, de hát ennek még több eleme van ezen kívül. Mindenképpen ugye az oktatásnevelésnek a színvonalát is segítenünk és emelnünk, fejlesztenünk szükséges. Ennek egy a pedagógus minőség.